Sziasztok! Itt Dorci Ábélyes, és a mai videóban egy kicsit poénosabbra veszem a dolgot, ugyanis Facebookon látok olyan posztot, aminek az volt a neve, hogy szülők versus gyerekek, és ilyen vicces mondatok voltak írva, amiket általában a szülők szoktak beszélni a gyerekekkel. Szóval én most ezt fogom nektek bemutatni ilyen APS formában. Remélem, hogy tetszeni fog, és hogy fogtok rajta nevetni. Tetszik a videó, akkor lájkoljátok. Most kezdődjük. Anyu, van egy szírem. Kettest kaptam irodalomból. Hogy micsoda? De este is kettest kapott. Ha a barátod kurva ugrik, te utána ugrasz? Nyomást tanulni! Megyek! Segítség! Kapsz el, Lili? Tisztelt! Gyerekek! Fogadjátok szót, különben háromig számolok. 1, 2, 3! Megyünk, jó, ötös szót fogadom. Ajánlom is. Anyu, jöhet Kéti hozzánk? Hát, nem is tudom. Léci. Nem. Kérlek. Mondtam már. Nem. No, de Léci. Hát, ne csak. De miért? Ne csak! De szentély! Mi van itt? Anyu? Jézusom kislányom, mi ez a sok szemű? Komolyan mondom, mintha egy tornádó söpört volna végig a szobádban. De tényleg? De ezek itt mik? De jó Isten! 5 perc múlva visszajövök, addigra pakolj össze!